Az alkotások mellett saját magát is ünnepli a Velencei Filmfesztivál. Idén rendezik meg 86-szorra a nemzetközi szemlét. Az amerikai művészek sztrájk hulláma miatt sok ottani filmes távol marad, de akciójuk nem Velencének, hanem Hollywoodnak szól. Az Euronews tudósító David Morricone úgy értesült, hogy a hollywoodi tiltakozások ellenére számos amerikai alkotó jelen lesz a Lagunák városában. Adam Driver és Jessica Chastain is köztük lehet. Mindketten felmentést kaptak a szakszervezettől. Velence számára is különösen fontos az elismert művészek megjelenése, hiszen ahogy a filmes évad Cannes-nal indul, az őszi szezon Velencével. Ennek köszönhetően vált a Semle az Oscar-díjas filmek egyik bemutató helyévé. Az első hírek szerint idén Bradley Cooper Maestro című filmjére, Michael Mann Ferrari életrajzi művére és a Sofia Coppola által rendezett Priscilla Presley életrajzi alkotásra érdemes figyelni. Egy másik várva várt film a Kalandos származású, amely az Egyesült Államokban elharapódzott rasszizmust vizsgálja. Ez egyben filmtörténeti jelentőségű, mivel Ava DuVernay az első afroamerikai női rendező, aki a velencei versenyprogramban tart premiért. David Morricone, Euronews.